Csácsom és öltészt a csokoládé és traktorkerékűrbe csatornán kipör jelentkezik a következő Sundays to Die résszel. Újra itt vagyunk és építjük a bázist. Nem, de így szoktam kezdeni általában a videót, és így az annyira bennem ragadt, hogy ezt így el kellett így ordítoznom nektek. Gondolom kíváncsiak vagytok, hogy mi a francért nincsen Seven Days to Die így a képernyőn, és miért a kipörnek a rustja képe van helyette, meg itt egy ilyen erőd skic, egy rajz. Hát nagyon gyorsan el fogom mondani nektek, de először hadd vezessem vissza a való életbe ezt az analógiát, amit így felvázolnék nektek. Na, ebből a mondatból elég nehezen jöttem ki. Na, az a lényeg, hogy hogy élitek az életeteket. Általában normális ember úgy éli az életét, hogy van egy hosszú távú cél, és ahhoz, hogy azt elérd, vannak rövid távú célok. De az a nagy baj a sandbox játékokkal, hogy általában leginkább azért válnak unalmassá, mert igazából nem biztosítanak hosszú távú célt. Vannak rövid távú célok, például Seven Days to Die-ba is, hogy ugye a bázisodat fenntartsd, hogy minél tovább maradj életbe. De igazából nincs egy olyan célod, ami így szem előtt van, és próbálod ezt elérni, és azért csinálod a dolgokat. Viszont ugye ezért van az, hogy én általában ilyen játékokban is kitalálok magamnak célokat, lásd az 1 milliárd eurós kihívás. Viszont ugye tudom, hogy az 1 milliárd eurós kihívás a Farming Simulator 19-ben nem sikerült, de ezzel nincs semmi probléma, de akkor is van egy olyan cél, amit megpróbálsz elérni, és azért teszel. Nem csak úgy játszol, hogy mit csináljunk ma, aratunk ma, mit csináljunk ma, ezt csináljuk, mit csináljunk ma, és a Seven Days to Die-ra is az igaz, meg igazából a való életbe is, meg hogyha már a Seven Days to Die-ról beszélünk, akkor tényleg oda kapcsoljuk inkább a témát, vagy próbáljuk hozzá kapcsolni ezeket a dolgokat. Például ugye próbálsz túlélni a Seven Days to Die-ba, de a napok csak telnek, és próbálsz túlélni a Seven Days to Die-ba. Egyre fejlődsz, próbálsz túlélni a Seven Days to Die-ba. De ha nincsen hosszú távú célod, akkor egy idő után rettenetesen unalmassá és repetitívvé válik a játék. Viszont mert a képer az olyan elmebeteg, hogy kitaláltam egy hosszú távú célt, amit meg kell valósítanunk, és addig nem fogjuk abba hagyni a sorozatot. És igen, elég epikus célt találtam ki. Arra vezettem vissza az egészet, hogy mi az, amire vágyna egy túlélő, aki egy egyedül él gyakorlatilag egymaga egy zombi apokaliptikus világba. Amikor lehajtja a fejét éjszaka, hogy aludjon. Nem erre. Erre is lehet, hogy vágyik, de nem. Mire vágyna? Mire vágyna egy túlélő? Arra gondoltam, hogy mire? Mire vágyna? Nem gazdagságra, nem arra, hogy bármilyen javakat megszerezzen, mert azt igazából megkaphatja, mert ugye minden gyakorlatilag az övé abban a világban már. Igazából szerintem, hogyha én túlélő lennék egy ilyen posztapokaliptikus világban, akkor arra vágynék, hogy visszatérjek a régi világba. Ahogy, hogy Sanyika, ne csináld azt, hogy itten most zöröksz. Miért csinálja? Arra vágynék, hogy visszatérjek ugye ebbe a világba. Ami volt a kataklizma előtt. A nyugalomba, visszatérjek a házamba, hogy ott éljem életem, ahol régebben, de hát ugye ezt a Seven Days to Die-ba hogy valósítsuk meg? Ezen gondolkoztam, hogy hogy tudnánk visszatérni abba a világba, hogy tudnám elérni, hogy a karakterem visszatérjen a normális világba. És úgy gondoltam, ezt kell elérni. Mi lenne az álmunk? Nem más, mint hogy lenne egy kis ház, kicsi kert, előtte esetleg egy fa, előtte egy pad, ahova le tudunk telepedni, este be tudunk menni, megfürdeni és lefeküdni. Nyugodtan, zombiktól mentes környéken. De hogy oldjuk meg ezt? Keeper kitalálta. És itt van ez a prezentáció, ugye most itt tartunk. Itt van az erődünk, hát ez egy ilyen vázlat, rajz akar lenni. Gyakorlatilag az a lényeg, hogy a fenti erőd, amit láttok, ugye ami a föld felett van, azt meg kellene csinálni olyanra, hogy kibírjon mindenféle zombi hordát, esetleg még akkor is, hogyha nem vagyunk ott. Gyakorlatilag nagyon jó védett legyen. Ez egy olyan erődítmény legyen, hogy rengeteg géppuska, automata, fegyverek, és felső, ne legyen gond, legyen egy szuper védett erő. De mi kellene ahhoz, hogy még, ugye? Hát kellene nekünk alatta ugye egy olyan helyiségnek, amit építünk is,
ahol ugye a fegyvereinket tartjuk, ahol kraftolunk, ahol csináljuk a dolgainkat. De így még mindig nem kerültünk közelebb a régi világhoz. Nem kerültünk közelebb a kis házhoz, a tóval, a kicsi a fenyővel előtte, a paddal alatta, az ágyunkhoz, ami gyakorlatilag mentes mindenféle fegyvertől, mindenféle földön túli, vagyis inkább mindenféle posztapokaliptikus világból származó szemétől. Hova tudnánk ezt megvalósítani? Kint biztos, hogy nem fogjuk tudni, de viszont, hogyha leásnánk az alapkőig, és csinálnánk egy hatalmas nagy csarnokot, amiben elférne a mi kicsi házunk, a kertünkkel, a fehér léckerítéssel, a fával, alatta a paddal, és ezt megcsinálnánk annyira otthonossá, hogyha oda belépünk, tényleg úgy érezzük, mintha a paradicsomban lennénk. Aki látta az Oblivion, vagyis a Feledés című filmet, az ugye talán emlékszik arra a jelenetre, hogy a főhős ebbe a posztapokaliptikus világba szintén visszatért mindig egy ilyen kis helyre, egy kis pohászhoz a tópartján, ahol ugye mindig így le tudta vetkőzni azt a ruhát, amibe ugye küzdött ott is, például ott ilyen ellenállókkal, meg különböző vadkutyákkal, és ott ugye levette a ruháját, felvette a baseball sapkát, horgászott a tónál, ivott egy sört, felrakott egy lemezt. Na, egy ilyen kicsi világot szeretnénk megteremteni a föld alatt. És gondoljátok, ez nem megvalósítható. Én úgy gondolom, megvalósítható. Kell csinálnunk egy hatalmas csarnokot, amiben gyakorlatilag úgy elfér egy ház, amit felépítünk utána, és úgy elfér előtte egy kicsi tó, egy kis kert, ahol mondjuk neveljük a növényeket, vagy esetleg ott bent ugye berendezhetjük a kis konyhánkat, a kis hálószobánkat, és ide nem viszünk le se fegyvert, itt nem lesznek csapdák, itt nem lesznek védművek, itt gyakorlatilag tényleg egy ilyen kis elzárt csodavilág lesz, amiben tényleg otthon érezheti magát egy túlélő. Úgy gondoltam, hogy magát a csarnokot is ugye esetleg most már van festék a játékban, ki tudjuk festeni, hogy felül kékre, és akkor az olyan lenne, mintha az ég boltot látnánk. Ugye az elektromosságnak köszönhetően ki tudjuk világítani, vagy esetleg még azt is meg tudjuk csinálni, hogy az éjszaka és a nappal váltakozna, úgy állítjuk be a fényeket, úgy csináljuk meg, és esetleg akkor lejövünk ide, nagyon-nagyon mélyen lesz, ugye egész az alapkőig kell ásnunk, nagyon mélyen lesz, és lejövünk ide, és akkor itt nyugovóra hajthatjuk a fejünket. Úgy gondoltam, hogy ez legyen az utolsó, legyen ez a cél, legyen ez a túlélők naplójának a célja, legalább olyan epikus, mint az 1 milliárd eurós kihívás. Egyébként, hogyha ilyen célt állítasz fel magadnak, én mindig úgy vagyok vele, hogy legyen nehéz. Mert hogyha egy olyan célt állítasz fel magadnak, ami nagyon könnyen megvalósítható, vagy nem is könnyen, de tudod magadról, hogy meg tudod csinálni, mondjuk ültetek 100 fát, az legyen a cél. Az nem jó, mert úgyis tudod magadról, hogy a 100 fát meg fogom tudni csinálni x időn belül, az nem nehéz. De itt ugye különböző kihívásokkal fogunk szembenézni, hogy nem-e szakad le, hogy ki tudjuk-e ásni, hogy meg tudjuk-e csinálni, hogy le tudjuk vinni a dolgokat, hogy meg tudjuk csinálni, hogy földdel feltöltjük, hogy a növények tudjanak nőni, tudunk-e fát ültetni, ha kell, akkor napfényt, hogy le tudjunk engedni. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt kellene megcsinálni. Ne haragudjatok, tényleg nagyon sokat egyébként itt agyaltam, csak nagyon nehéz elmondani, remélem értitek a lényeget, és ez lenne maga a csúcspont. Akármeddig csináljuk a 7 Days to Die, csináljuk, nagyon élvezem, és ez lesz. Először ugye mindenképp az erőddel fogunk foglalkozni, hogy legyen valamennyire védett, és akkor utána elkezdünk alapkőig ásni, hatalmas csarnok, akár robbantással, bárhogy megoldjuk, és oda felhúzunk egy ilyen kis zárt világot, ahol boldog tud lenni az a túlélő. Én nagyon szeretem beleélni magam a játékokba, és sokat agyaltam rajta, hogy mit szeretne egy ilyen túlélő. Na, ennyi lett volna. Bocsánatot kérek, hogy összeszedetlen voltam, de remélem, hogy tetszik az ötlet, szorgalmazzátok, írjatok ötleteket, írjatok olyan buktatókat, amiben esetleg belebukhatunk. Hogyha ilyen lesznek, akkor azokat próbáljuk meg megoldani. Például kellene a fény a fáknak, hogy meg tudjuk ott oldani. Ha kellene a fény, ugye kellenek tárnák, ahol lejut a napfény, és azok iszonyat védettek legyen sok ráccsal végig, de mindenképpen jusson le, mert azt akarom, hogy tényleg olyan legyen, olyan körülmények, ami mint kint. Mint a
normál világban voltak. Na, sokat dumálok már, köszönöm tényleg a figyelmet, jók legyetek, csácsubi, csörtészta!